Kedves barátaim, ma egy különleges videóval készültem, azt hiszem, hogy érdemes volt eljönni Izraelbe. A Lipsker családnál vagyok, mellettem áll Dini Lipsker, paróka készítő nagymester. Nem tudom, hogy van-e mesteri fokozat ilyesmiben. És mindent meg fogunk beszélni a parókáról, a paróka divatról. A feleségem megígért, hogy modellt áll, pontosabban modellt ül, és meg fogjuk nézni a különböző paróka divatokat. Dini, nem beszélsz magyarul, látom, de belőle tungarilag. Jó. A Dányom. A nagymamám magyar volt, azt mondja, Budapestről származott a nagymama. És a lánya is Budapesten van. Sáv a bácsalák terábe Budapest. A lányod Budapesten lakik. Így van, bezárult a kör. Bezárult a kör. A lányod Budapesten, a kedves barátom fiával, hát a fiú is kedves barátom, szóval ott élnek a fiatalok. Úgyhogy mindent meg fogunk beszélni a parókáról. Oké, akkor először is, Dini, mesélj, mi az a paróka divat? Kik hordanak parókát? Miért hordanak parókát a vallásos zsidó nők? Mióta hordanak parókát? Bonadaber, kcát alla pea maze pea, la maszarik kiszújros. Bonad ki la maszarik kiszújros, kodem. Miért kell betakarni a zsidó, vallásos zsidó nőknek a fejünket? Mi ma tájcarik lehaszotet a rossz? Im ma carik lehaszotet a rossz? Ma kola sitot, és egyszer abanim, minagim. Mik a különböző szokások a fejhely takarással kapcsolatban, mióta vannak parókák, kik hordanak parókák, szóval minden szeretnénk tudni, szeretet, hákor. Oké. Az isha, ברגע שנתחתנת, אסור לראות את השיער שלה שצומח לה מהראש. Egy házasasszonynak a házasság után tilos megmutatnia a fejéről növő hajat. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy a szomjáros. Bidiuk. Sella atzma asszor lerot. Ken, asszor lerot. Velachem. És ezért? Anachon mechassim et a rosh. Bekötjük a fejünket. Legjobb, hogyha parókát. Velo mitpachat. Ki mitpachat, efsar lachet baruchot, vepitom leoriד ota. Ki noach o kova, ani יכולה ללכת ולהוריד. Pea, לא נעים לי להוריד. מה פתאום אני אחזיק... És a parókának az a nagy előnye, Rabbi Lubavitch már edze, a Lubavitch Rebbe azt mondta, hogy a parókának az a nagy előnye a kendőhöz képest, hogy a kendőt esetleg az ember le tudja venni a hajáról, le tudja venni a fejéről, hogyha olyan a szituáció, nem érzi magát kényelmesen, parókát nem fogja levenni senki az utca közepén, ez nagyon furcsa lenne. Velchen, anachu chabadnitim, a Rabbi Lubavitch, bemet amar, se adif, se isati lechim pea, veloi mitpachat. Aval jes od deot, se acherim, לדוגמה ספרדים שמותר לנשים ספרדיות ללכת עם מטפחת ולא עם פאה. A Lubavitch Rebbe ezért azt javasolta, hogy a hölgyek parókával takarják be a hajukat. A szefárdi zsidók, a keleti zsidók jellemzően éppen ellenkezőjét csinálják, és kendővel takarják be a hajukat. Ve mászibá sem mechassim im mitpachat. Mitpachat. Mitpachat, ze a szemel sel a niszuim. Mert az egy jel, hogyha a kendő van, az kendő jobban látszik, hogy valaki házas. והעניין של הפאה זה פשוט לחסות את שיער הראש שלא יראו שיער, של האישה עצמה. הפרוקן הפליק הזה עניין, הוא אל תהיה שרן תקור יאויות, יש נם להציג או היון ליבו, ולפיין ליבו. עכשיו יש הרבה סוגים של פאות, כל מיני סוגים של פאות, כל מיני אורחים, צבעים. אנחנו רוצות שזה יהיה הכי דומה לטבעי. הפרוקן מרגעתק פייטרון, כולם בזו חוסבר ישמירת בן, és azt szeretnénk, hogy a haj leginkább, mármint a paróka leginkább hasonlítson az eredeti hajó színben. Aval a nisztám sorel, se éjj ma peá me oddom áll a szára a tivi. En beállja, a ikár se zeme huszé. En sum szára, de hucz, a ikár se zeme huszé, zó a lecha. A peá ikolá liót afilu jötter jafa me a szára, ki jas nesim se miszkenot, en lehen szára, mikor mine szibot, o is lehen nesirat szára. A szeársaim szeretnék lakosz, ez zárt. Sokan nem tudják, hogy, és azt mondják, hogy de hát a paróka sokkal szebb, mint az eredeti haj, sok esetben sokkal szebb, vagy sokkal szebb is tud lenni, mint az eredeti, akkor mit nyerünk vele? Főként, hogyha ugyanolyan színű és ugyanolyan, mint az eredeti haj. A törvény az nem az, hogy ronda legyen a nő. A törvény az az, hogy az eredeti haj ne látszódjon. Az eredeti hajnak nem szabad látszódnia. Így tehát... Hogyha nem látszódik az eredeti haj, akkor a törvény betűje megmarad, és a törvény szellemisége is megmarad, hiszen a nő továbbra is vonzó, és a továbbra sem veszíti el a nőiességet. Oké. Az modern. Esetleg gyerekközelebb a feleségem operatőr pedig. Tivéi legamri, se gazromi benot, se rocot limkor a szer selem. Ez egy parók, olyan parók, ami olyan lány hajából készült, aki szerette volna eladni a haját. ואנחנו תופרים את השיער על רשת דקה, דקה, דקה. נגון ויקון, חלורה ונפל, תיבה,
כל שיער ושיער. כאן כל שיערה נתפרה פשוט במסריגה, כל שיערה. מינדגיק חויסל אגישיבה וון פולוורווה הלורה. ואחר כך כשלקוחה קונה, אז אני גוזרת לה לפי הצורה של הראש שלה, לפי הצורה של השיער שלה. אני קובע לה, כי מגוושרוי, אקור פדיגית אלו להלות, אז לבאגום, אז מולדה דיני לבאגום, ארה הפורמרה, אהוג אז כאן נקי. ויש כל מיני סוגים, יש בלונדיני, אנחנו תשים לב שכאן, במקרה הזה אני רוצה להראות כאילו שזה שיער אמיתי. תמיד השורש קי יותר, והלמטה נהיה שרוף יותר מהשמש, אז הוא יותר בעיר. שוקפילה פרוקה, ומתמיסת השם, אסתר איזה פרדה לצוקה פרוקה, יש עוזר תשאו מיך תמיסת השם נטוניון, ezért föl barna, mintha lenőtt volna egy kicsit a festék, vagy le, vagy a nap esetleg jobban kiszívta volna a végeket, szóval még természetesebbnek tűnik. De mi lemála, a sok ívságirat, fölül pedig, ha valaki ezt fölveszi... Itt van, fölül van egy anyag, belül még majd lesz egy anyag, de viszont ha egy külső szemlől az úgy fogja látni, minthogyha tökéletesen a fej bőrből nőnének ki ezek a hajszálak, tehát egyszerűen nem lehet észrevenni. Az יש כל מיני צבעים, כל אחת לפי מה שהיא רוצה, יש כל מיני אורחים, יש אורחים קצרים, זו פאה מאוד 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 קצרה, זו לדוגמה פאה מאוד ארוכה. אז פאה נגיד פרוקה, מינפל סינק פונת יש הוסו שייבות, אז פאה נגיד הוסו פרוקה. מאוד 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 ארוכה. זה גם שער טבעי, זה גם שער של מישהו. אז יש וולוקין, יותר מסת השוי, מאיפה השער בא? בדרך כלל הכהה מגיע מברזיל, והבעיר מגיע ממזרח אירופה, גם מהונגריה וגם מאוקראינה. על הבעיר, הכהה לרוב מברזיל. השתית חיוק, אל תלאבון ברזיליאבו, לרכזנה פלו מיודו? נמינדיאבו. אנחנו משתדים לא להביא מיודו, השיער שם פחות טוב, הוא פחות איכותי, השיער שם יותר גס. אינדיאבו להיות רגע שוק חי, גם שאינו לא לבשתם, de azok nem olyan jó minőségűek, a sötétebb hajak jellemzően Brazíliából vannak, a világosabbak pedig európaiak, többek között ukránok, akár Magyarországon is. ויש כל מיני סוגים, יש דברים. אנשים מוכרים את זה? כן, תמורת כסף הם מוכרים שיער, ואז אנחנו מביאים את זה לארץ, ותופרים. יש פה הרבה הרבה עבודה, ובגלל זה זה גם עולה מאוד מאוד יקר. אמברק אלעדג'ק, לרגלג'ק הייוקות, אלעדג'ק, יש נמסטיק אלעדג'ק, יש כל הרבה פייסטונות שאני אלעדג'ק, majd ezután rengeteg munka van vele. Ez szugim gam, te szimlél. Ez egy kis mennyi fajta. És szer jöter a dát, és szer jöter a vé. És bizony amon, amon, amon parametrim. És gam godel sel reset. Kol achat ima godel sela. Kilo kol achat is rosh lecoma shona. Az anachu medayikim kama sheefshar lekol lekocha. Ez a custom made kaze? Lerov ken. Efshar gam custom made, veefshar lakachat, nagid, mehamadaf, aval tzarich diyukim. Szóval azt kérdeztem, hogy ez mennyire egyénre szabottak a parókák, vannak félig egyénre szabottak, az azt jelenti, hogy a paróka nagy része már meg van csinálva, és aztán utána van méretre igazítva, és stb. De van, amelyik teljesen egyedi megrendelésre készül, egyedi. Ez úgy van, más metultélet, számú homer a harika fifák, kiderült feltöltve, hogy mit napkén. Az úgy, hogy látszott inzeklómat, azt számítze a bókerbe, fölkerzembe, az ágyból. Biztos érdekli a nézőket, ami batuaksán, a simónyanim. האם מתחת הפה יש שער ארוך או יש שער קצר? לרוב נוח לעשות קצר. אז תגידי שידע כבר את הקטע, הפרוקה לא תמיין הוסו הרי. אבל כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אפשר גם למטה. לא, הוסו הרי שחדים על הכי רבית, אבל לא תופיק ממני לקיין ימש, אילתווה, הוד כזה מי יודע, אם זה גדול מדי, אז דוחף את הרשת מתחת. נכון, כשהקוקו ממש ארוך, אבל בעיקרון אפשר להכניס שם גם קוקו, זה מתרחב. כשעשו סבן כתבה, הכל הזאת כיתה או הלוט, יש הכל נמקיני מה שפרוקת הוא. אז יש את כל הסוגי שיער לכל אחד מפעיל. זה שתי פעול. זה שתי פעול, זה לדוגמה פעת סרט. אז נעשית מודה שלך, בואו נראה את זה. זו פעת סרט, זו פעה לא חדשה, של כבר לקוחה. Ez egy olyan paróka például, ez egy úgynevezett feles paróka, az azt jelenti, hogy az eleje nincs, az eleje, és itt egy pántot fog a hölgy hordani, tehát egy hajpántot, és akkor egybeolvad tulajdonképpen a homlokához, ide tesz egy hajpántot, ugye meg fogom mutatni. Ez pedig egy teljes paróka. Ez az úgynevezett lace top, ez az új mi már teljes lace top, ez mások hatásnak van? Ez a lace top, ez egy egész új dolog, ez egy 3-4 éves dolog, az, hogy ilyen precíz, finom háló van, aminél fölül se le mála, a filó le mála évsállirott, tehát az először és az első szállott így. Évsállirott, ez egy még fölülről egész közelről nézve se látszik rajta, hogy oké, és akkor megnézzük, van ide kamadú ma oda is, nézzük meg egy pár modell, feleségem ígérte, hogy modelltű. Ez jó is.
Aha, Bonnie-re, nézzük meg, feleségem ő modell. Zsuzsi, te nem akarod, hogy látszódjon az arcod, akkor azért túl sokat nem mozogjál, hanem egyszerűen csak így ülve. Ez egy tökéletesen természetes haj. Nincs festve, ez az eredeti színe. Nagyon szép. Oké, és meg tudjuk nézni. És most meg tudom mutatni, hogy mennyire nem látszik. Sállószív polegit blondi bérim, és ez egy audio teltív. Ennyire tökéletesen. This is gonna be mine. Nem látszik. Amen. Nem látszik, hogy mennyire. Ez tov, nahon. Ve'efsar lászót be hakol. Efsar lászót be... Hosszú hajnak azt meséli Dini, az az előnye, hopp, most egy picit látszott az arcod, az az előnye, hogy mindent lehet vele csinálni, lehet vele póni, cofba fogni, vagy rövidebbre fogni, vagy be lehet fonni. Jó, ez lesz a következő. Szeám is nem. Ez egy tökéletes parók, azt mondja ez a Dini. Vaj. Aha. Wow. Vezeni, az szuper. Most odafordítalak, és akkor nem a tükörbe látszik vissza. Aha, wow, fantasztikus. No, imse ze pa. Egészen gyönyörű. Wow, nagyon jól néz ki. Tökéletes, a szín is nagyon jó. Azt mesélte az előbb Dini, hogyha valaki át akarja változtatni a hajszínét, akkor egyik nap tud szőke lenni, jomechadat a blondini, jomechadat át... Jomechad peá, kcara, jomechad peá, rúka. Egyik nap hosszú paróka, másik nap rövidebb paróka. És ide szokott baby hairt berakni. Nahon, szóval ez baby hair. Betesznek baba hajat, mi az a baby hair? Ez a szeár a kacár, és ő mit a stöslít a kadíma. Az a rövid haj, ami az elejét összedolgozza. Csak lesz ott fénhalák. Hogy ne legyen ilyen nagyon éles a vonal, hanem egy pici, hogy természetes legyen, és akkor igen. De hát ez gyönyörű, ez a te. Dini? Wow. Fantasztikus. Kama piákezeola. זו בסביבות 20-25,000 שקל. מקרסם, מניבה קרול קרובל אגז הפרוקה, אז מניה הוס, קרובל הוס וסונות איזה שקל, אז סאס פרינטל כמקסור אוזני, אז אייג' Hát ma már sajnos ma már nem olyan sok pénz, de még mindig 2,5 millió forint, szóval nem egy olcsó játék. És bezel Mona Vadának van, nagyon rengeteg munka van egy ilyen. Ugye maga a haj is nagyon drága, és mivel hogy ugye a haj is nagyon drága, ami eleve megvásárlásra kerül, és hát ugye, ahogy az előbb beszéltük, hogy az előbb beszéltük, minden hajszálat egyesével kellett. Egyesével kell. Babyliss, és sem lászott egy fén, és sem lászott egy zárkolt, tehát ami és ez így, ha nem, na az ami a... Be lehet fordít, mi az? Nem fordít, hogy minek ez, Zsuzsi? Hogy minek ezt az izét be lehet göndöríteni, ugye? Ez gyönyörű ez a pár. Igen, nagyon szép. Lássuk. Így egy olcsóbb autóára. Kamapeljes Lisa, mennyi, hány parókájában egy csajnak? Ez nagyon beod individuális, benne hat lesz. Ez természetesen egyenlentően változik. És kell is, van olyan, akinek egy parókája van, akinek három, négy parókája van. Vele kamazman ze magzik. Biglál a lész, sú meod meod a dílok, azt kérdeztem, hogy mennyi ideig tart egy ilyen paróka. Azt mondja, ez a lész top, ez a hálós megoldás, az újfajta, ez gyakori kezelést igényel kell. אבל השיער עצמו נשמר להרבה זמן, הרבה מאוד, כמה שנים, תמיד אנחנו יכולים לתקן ולשדרג, כל הזמן יש לנו אפשרות, כי השיער מאוד איכותי, הוא לא נגמר השיער. הוא רק שם מבעיינם לס. Tehát hogyha ez rendben van, tart az a parók, egyébként most is azért vagyunk itt, mert ha már itt vagyunk Izraelben, akkor a feleségem elhozott az egyik parókáját, és most már elárultam, hogy több van neki, de elhoztuk az egyik parókáját, javításra, hogy megint rendben legyen téve, és akkor olyan, mintha új lenne, mert a haj, ahogy a Dini azt mondta az előbb, hogy a haj... Most nézzük meg egy rövidebb verziót. Jó, nézzük meg egy rövidebb. Oké, most azt kérdeztem az előbb, Dini, Boneda Bergcát al Tikunim. Oké. Beszéljünk egy kicsit a javításról. A kolézze hecésanással nem szerint leteket a peót, milyen gyakran kell javítani a parókákat? Fél évente, évente? Miglás ez a kolkahadin? Ez nem nagyon, mint egy zokni, vagy egy harisnya.
az itt lesz a BPM-in. Nagyon gyakran itt lát, itt most mutatja a példát Dini, hogy kiesnek hajszálak, így kitűnnek, és akkor itt lesz egy üres folt. Vásárni sólakat leúvedet, leúszív po, avodát jád szerván. Ezt valaki visszakülti, és akkor oda behelyeznek új hajakat. Ja, lehetem ezt a igára. Ugye megmutatjuk, hogy hogyan. Oda betesznek új, új hajszálakat. Ez lesz a csipesz, vagy valami hasonló. Kiveszek egy, már egy picit, ha kisnél. Aha. Szemeknisza, száma szeára ahat, hozzá késer, de mocia. Egy hajszálat. Az a más avoda. Ez a avodát nem elém. Uaj. Szeára, szeára. Azt is, se lichtov szefektor az avoda. Szóval kérdezve. Azt mondja, hogy tóratekert csírás, az pepecs, aprólékos munka, de ez talán még durvább, wow. És akkor így hajszálanként tesszük be. Aha. Nézzük meg, hogy hogyan épül fel a paróka, Dini. Ez a surót. Hátul, és ez ebben a choránakon. Ez itt hátul van, ez itt belül van hátul, itt sorok vannak. Verfelek álljon, és ez a top. A teteje, az a felső rész. Verhalkach, és te avodot hiad. Negint kola blond, az avodot hiad. És a szőke rész például, ez mind kézzel van oda belevarva. Vert a surot, a színbe... Im mechonot. Hátát mechonot. Viszont, hogy ezeket a sorokat, ezeket géppel végzik, és itt sorok vannak tulajdonképpen. Tehát ha valaki nagyon beletúrna, akkor meg tudná nézni. Aha, így néznek ki. Ken zár belvodábbig lenne, ez egy pár. És ezért elképesztően drága. Kám az már zavul lopják lesz ott pár. Hát ez lopják fog kakarba, ez már mi sem odló mikcoi. De valakinek, aki nagyon profi, nem olyan nagyon hosszú idő. אבל גם השיער פה מאוד יקר, מאוד איכותי ויקר. De a haj maga is nagy rendkívül drága. ויש גם כמובן פעות זולות. És természetesen vannak olcsó parókák is. Persze álpachot éjhuti. Amelyben nem olyan jó minőségű a haj. Emit farot negit beszín, lópo beárec, az ávodá feret. Például Kínában van varva, és nem pedig itt Izraelben, ami miatt a minősége gyengébb. Lollágin csundomán rá lesz színi, mert már nem mint a kínaiak, ha bármi baj lett, de a minőség az nem olyan. Aha. Vaj, vaj, Dini. Vaj. Ráki Udim, de ti a Lofsin például csak a vallásos zsidó nők mennek parókával, Dini? Mamás lo, a jobb árec, kol a szakkaniót, kol a zamarót, olok a például Izraelben az énekesek, színészek, akik színpadon játszanak. Én peót, arukót, írfót, nem vallásosak, azok is parókák. Blondiniót, oshorót, ometultelót. Szőkék akarnak lenni, vagy feketék, vagy hasonló. De gyám zamarót, szakkaniót, de Hollywood olfim a jomimény. De ugyanúgy Hollywoodban is parókát használnak. Hiszen túl sok festés, meg a túl sok munka az tönkre teszi az eredeti olyan. És panokot lerabít, kolazmán a peámi szóriket, sávani a szabé viliz, veáz, én báli lelvis peámi szóriket, én locháért lesz a pár. És akkor nincsen szükség fodrászra, mert ezt egyszer megcsinálja az ember, és utána elég sokáig úgy marad. Regáni, a szebek csak jött érgedők, jött annyi lelve. Na, egy ilyen fodrászos videót is nyomunk. Zsuzsi, ez a te ötleted volt ez a videó, és ez egy nagyon jó ötlet volt. Nőknek is szóljon valami. Minden a nőknek szól. Minden csak a nőknek szól. Az a peám hozika arbe zmán, így otthára fett kol jomán lesz a pár. Régen. Elkérdezett a fodrászhoz küldeni, akkor gyönyörűen áll. Wow. וזה מחזיק יותר משיער. דיני, זה magic. דיני, זה magic. magic hands. זה יפה. אפשר לעשות יותר חזק, יותר חלש. אחר כך פה, אני קצת גוזרת, כדי שלא ייפול הפנים וישב. אלו לקיצ'ית לבנה, אז תמונג'ה, דיני. באמת, קודם פוגוס הרצאה בהולני. ואז אם את צריכה ללכת להיות יפה, לאירוע, לשבת, את לא צריכה כל שבת לסרק, זה מחזיק שבת בערך חודש. שבת קוראים, 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 את שמונה פיגי גאה. וואו, פנטסטיקוש. Nagyon örülök, hogy egy ilyen parókáról, paróka készítésről és a paróka rejtelmeiről szóló videót is sikerült elkészíteni, Istennek hála.
Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok. Természetesen vasárnaptól csütörtökig minden este 8 órakor találkozunk.